Jaj, mi lesz akkor, ha megbukok? Jaj, mi lesz akkor, hogyha nem lesznek barátaim? Jaj, mi lesz akkor, hogyha semmi nem fog sikerülni? Ennek itt most vége. Sziasztok, fiúk és lányok! Üdv a csatornámon! Ebben a videóban összegyűjtöttem 5 darab olyan dolgot, ami azoknak tud segíteni, akik esetleg kicsit jobban izgulnak attól, hogy jövő héten szeptember van, sőt, szeptember 1-e az vasárnap, de mindegy, stresszelnek attól, hogy jövő héten iskola. Stresszelnek attól, hogy kezdődik az egyetem, hogy új emberek lesznek, hogy majd nem lesznek barátaik, hogy majd megbuknak az összes vizsgán, hogy nem tudják, hogy hogy kezdjék el. Ennek itt most vége, mivel ebben a videóban összegyűjtöttem nektek az olyan dolgokat, amiket én szoktam használni, és én szoktam így magamnak elmondani, amikor ugyanezek miatt stresszelek. Szóval az első dolog az az, hogy minél jobban stresszelsz valamin, annál kevésbé fog menni. Ez ugye fordított dolog, ez mit jelent? Szóval minél jobban tanulok egy vizsgára, annál jobban fogok stresszelni, mivel annál jobban akarom, hogy ötös legyen, és ugye minél jobban stresszelsz valamire, annál nehezebben fog menni, hiszen a vizsga pillanatában úgy fogsz ülni, hogy úristen, de izgulok. Az izgulás az egy teljesen normális dolog, tehát én is izgulok a mai napig, a szüleink is izgulnak, a nagyszüleink is izgulnak, ez teljesen normális dolog. Viszont az nem normális, hogy valaki annyira izgul, hogy amiatt ő teljesen rosszul érez magát. Szóval az első dolog az az, hogy emlékeztessétek magatokat arra, hogy ha valamit nagyon-nagyon-nagyon erőltetni akartok, akkor az nem fog menni. Mivel minél jobban akarsz valamit, annál jobban fogsz izgulni. Teljesen normális dolog az, hogy te valamit el akarsz érni, és teljesen normális dolog az, hogy te ezért a dologért úgymond harcolsz. Te ezért a dologért küzdesz, hogy ez a dolog ez meglegyen. Én nem azt mondom, hogy ne dolgozzatok érte, hiszen nyilván én is dolgozom az álmaimért. Viszont van az a szint, amikor már valaki túlzásba viszi, és túl sokat fog dolgozni valami miatt, túlságosan aggódni fog emiatta. Tehát nyugodtan lehet izgulni, tehát nem azt mondom, hogy nem lehet, nyugodtan lehet izgulni, nyugodtan lehet stresszelni, mivel ez egy egészséges dolog, ez azt mutatja, hogy te ezt a dolgot nagyon szeretnéd, de nem szabad túlzásba vinni. Nem szabad olyan szinten stresszelni, hogy te emiatt nem alszol, hogy te emiatt nem eszel, hogy te emiatt nem tudom, nem tudsz rendesen koncentrálni, mivel itt van a probléma. Minél jobban stresszelsz, annál kevésbé fog jól sikerülni az az adott dolog. A második dolog, hogy nem te vagy az első egyetemista. Tehát nem te mész át ezen a dolgon egyedül, nem te vagy az egyetlen, aki aggódik a barátok miatt, nem te vagy az egyetlen, aki aggódik a dolgozatok miatt, nem te vagy az egyetlen, aki unblock úgy az egész dolog miatt aggódik. Tehát gondolj már bele, én is túléltem. Nálunk idősebbek is túlélték, a szüleink is túlélték, mindenki túlélte. Ez nem egy műtét, ez nem egy olyan dolog, aminek a túlélési aránya az relatíve alacsony, tehát mindig gondolj bele abba, hogy nem te voltál az egyetlen, aki ezen túlment. Sőt, nem te voltál az egyetlen olyan gyerek, aki amiatt izgult és túlment ezen. Nem te voltál az egyetlen olyan gyerek, aki amiatt egy kicsikét mondjuk nehezebben aludt. És mindenki túlélte. Ugyanaz, mint az érettségi. Az érettségi előtt úgy voltam valahogy, úristen, én ezt nem fogom túlélni. És aztán eszembe jutott, hogy hát de várjál már, tehát mindenki túlélte. Mindenki túlélte, és most te úgy nézel vissza az érettségire, hogy amúgy tök egyszerű volt, túléltem. Tehát akkor miért ne tudnád ezt a dolgot túlélni? Nem vagy egyedül, ha úgy érzed, hogy segítségre van szükséged, akkor mindenképp írjál valakinek, aki tud ebben segíteni, vagy beszélj a barátaiddal, beszélj a tanáraiddal, beszélj a szüleiddel, de emlékeztesd magadat arra, hogy nem te vagy az egyetlen, aki ezen túlmegy, és ha más túlélte, akkor te miért ne élnéd túl? A harmadik az a legegyszerűbb, és egyben a legnehezebb is, bízzál magadban. Tehát legyél magabiztos, és mondd azt, hogy tök mindegy, mi történik, én ezt megcsinálom. Tehát ott van előtted egy dolgozat, bízzál abban, hogy menni fog. Ott van előtted egy ember, bízzál abban, hogy igenis ismerkedni fogtok, hogy barátok lesztek. Ott van előtted egy nem tudom, probléma, bízzál abban, hogy ezt meg tudod csinálni. Túlélted a gimit. A gimiben ugyanez volt, nem? Amikor gimibe mentél, akkor is féltél attól, hogy mi lesz a tesztben, mi lesz a barátaiddal, stb. Stb. Ugyanez! Ha túlélted a gimit, lettek barátaid, írtál ötös dolgozatokat, akkor egyetemen ez miért nem menne? Ugyanazt kell végigcsinálnod, amit annó, ugyanúgy, ugyanazokkal a dolgokkal, ugyanazzal az emberrel, ugyanúgy saját magaddal.
Bízzál magadban, add meg magadnak azt, hogy igenis elhiszed azt, hogy ez menni fog neked. És az, hogy hogyan bízhatsz magadban, arról meg sok másik videón van, szóval itt hagyom őket, nézeges nyugodtan. De az a lényeg, hogy bízzál magadban, és tudd azt, hogy mindegy, hogy mi történik, képes vagy rá. Mert miért ne lennél rá képes? Nem vagy fogyatékos, nem vagy csúnya, nem vagy valami földön kívüli, igaz? Tehát miért ne menne? A negyedik dolog, én ezt szoktam használni a legtöbbször, valami úgy is történik. Tehát, ha esetleg meg is buksz egy vizsgán, az azt jelenti, hogy itt a világ vége, és akkor jó, akkor innentől kezdve nekem most így végem, hanem az azt jelenti, hogy oké, ebből tanulunk. Valami úgy is történik, nem fognak kirúgni, nem leszel egyedül, lesznek barátaid, ötös dolgozataid, minden, amit akarsz, azt meg fogod kapni. De ha nem, akkor is lesz valami. Olyan dolog úgyse fog történni, ami esetleg neked rossz, olyan dolog úgyse fog történni, ami neked fájdalmat okozna, hiszen nem ez az élet lényege. Az élet lényege az az, hogy vagy tanít neked valamit, vagy pedig nyersz vele. Tehát, ha esetleg valami rossz tapasztalatod van, akkor abból tudsz tanulni. Oké, legközelebb, ha ilyen dolog történik, hogyan csinálom. De valami úgy is történni fog, és úgy sem maradsz, hogy oké, most akkor nem tudom, mit csináljak. Vagy jó dolog történik, akkor win-win, hú-hú, vagy pedig valami rossz dolog történik, akkor pedig tanulunk belőle. Oké, mit tudok ebből tanulni? Mi ebből a következtetés? Pont. És az utolsó dolog az pedig az, hogy a mai napon, amikor ez a videó kimegy, akkor augusztus 31-e van. Ergo még meg sem történt az a dolog, hogy egyetem. Még meg sem történt az a dolog, hogy nincsenek barátaid. Még meg sem történt az a dolog, hogy te megbuktál egy vizsgám. Ergo visszatérünk ahhoz a videómhoz, amiben arról beszélünk, hogy ugye overthinking. Ergo miért aggódunk augusztus 31-én azon, hogy jövő héten, vagy 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva mi fog történni? Megvárom, hogy miért aggódunk ezen. Tehát nincs okod arra, hogy ezen aggódj. Majd amikor mondjuk lesz egy 2-es dolgozatod, akkor ide jöhetsz hozzám, és azt mondhatod, hogy figyelj, van egy 2-es dolgozatom, ez baj, segítséget kérek. És akkor beszélhetünk róla. De addig, amíg nincs 2-es dolgozatod, addig légy szíves, ezen ne is aggódjunk, ezen ne töltsünk el időt, ezzel ne stresszeljük magunkat, meg majd, hogyha fél év múlva sincsenek barátaid, akkor beszélgethetünk arról, hogy valamit esetleg nem jól csinálunk, addig viszont nem aggódunk azon, mert lehet, hogy jövő héten lesz barátod, lehet, hogy azután, nem tudjuk. Viszont ami még nem történt meg, azon ugye nem aggódunk. Ami még nem történt meg, azon nem stresszelünk, ami még nem történt meg, azon nem is gondolkozunk. Mind gondolkozunk az elkövetkezendő 24 órán. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy hasznos volt. Kérlek, tényleg ne izguljatok, mert az egészséges izgulás az úgyis bennetek lesz, az úgyis meg fogja nektek adni azt az alapot, viszont a felesleges izgulás az meg elrontja azt, hogy milyen a személyiségetek, elrontja azt, hogy milyen lesz a dolgozatotok, hiszen egy felesleges stresszt fog rátok rakni, amivel csak hátrébb kerültök az életben, nem pedig előre. Úgyhogy ha bárkinek bármi kérdése van, tudjátok, hogy hol találtok meg. Akinek jövő héten kezdődik az egyetem, annak nagyon-nagyon sok sikert, akinek meg egy kicsit később, annak meg addig is jó pihenést. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni, hogy ne maradjatok le több videóról. Találkozunk a következő videómban. Sziasztok!